legalábbis a mai ökölvívó rajongók vagy szakértők Sanders-t ismerik. Czyzről hát mit kell tudni? Czyz kitűnő, vagy félnehéz, vagy cruiserbe volt világban, és rendkívül kemény, rendkívül strapabíró, de hát itt látszik rajta már, hogy itt már olyan, hogy mondjam, hát kicsit túlsúlyos és túl öreg. Sandersről meg tudjuk, hogy milyen ütőerővel rendelkezik a Vladimir Klitschko elleni mérkőzés óta. És úgy is indul neki a meccsnek Sanders, hogy nem akar sokat. A Sanders azóta levágatta a bajszot, de az ütőerő maradt. Hát Czyz itt már nyomaiban sem emlékeztet egykor önmagára. 96-ban kihívta Evander Holyfieldet is nehéz súlyban, de kikapott Holyfieldtől technikai KO-val az ötödik menetben. Egy kimondott ütőfiú. Szépen ilyen keresztfedezékben védte. Nagy ütőerő, ez jellemzi Czyz, de hát Sandersben bizony emberére akadt. Sanders a sniper, vagyis az orvlövész. Rossz Purity ellen szerezte meg a világbajnoki címet Sanders ennél a kis szervezetnél 97-ben. Erőltetni a felütéseket, nyilvánvalóan alacsony a verseny. Szép. Új, de kemény, van egyenes. Ragyogó. Keresztmeverte. Testre is. Czyz is talált egy jobb horoggal. Állon talált egy nagy balkezes. Hatalmas egy ütések puffannak. Igen, hát Czyz fején jó testén. Feje van Czyznek, hogy ezt átvészelte, de nem. Ojjaj. Mindent ő se bír ki. Ojjaj. Kész.